Világszínvonalú hazai és nemzetközi fellépők, változatos programok, ökumenikus összefogás, Isten szeretete. 2000 óta ez az a nap, amiért emberek százezrei összegyűlnek. Ezer óta csak nem 160 ezren vettek részt az ez az a napon, és 30 nemzetből léptek fel világszínvonalú zenekarok. Isten velünk, ki lehet ellenünk, ezért hoztuk létre ezt a napot. Hálás a szívünk, hogy eljöttetek. Nincsenek templomfalak köztünk, amik szétválasztanak. Együtt vagyunk, úgy, hogy a mennyben is együtt fogunk ünnepelni. Legyetek áldottak, jöjj te is, áldjuk őt! Jöjj te is, áldjuk őt, magasztalj Jézus nevét! Jöjj te is, áldjuk őt, magasztalj Jézus nevét! Jöjj te is, add neki! Ez az a napról nekem az jut eszembe, hogy ilyenkor nagyon sok keresztény az egész országból egy helyre jön és dicsőíti Istent. Interaktív, fiatalos, megpróbál a világba kimenni és úgy megszólítani az embereket. Adjatok fel át az Úrnak, mert jó, mert hirdalmat Ami elsőként beugrik, azok a koncertek. Egy nagyon nagyszabású rendezvény, ahol rengeteg koncert van, magyarok is, külföldiek is. Hallhatom az evangéliumot, a gyönyörű énekeket, és természetesen magam is éneklem lelkembe, hangommal. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Amint én szeretlek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.
It's all about the prodigal son. It's all about making mistakes and coming home. And so when you come home, it's not a funeral, it's a party. And so that's what we've seen out there tonight, is thousands of kids having a party because God's alive. And what is your message for the Hungarian people? Just keep going, keep believing, keep being passionate, keep believing that God is alive, he's not dead, and that he can do anything.
People really enjoy God's Not Dead, and we see the whole crowd moving and bouncing because it's kind of like a international creed for believers to say that our faith is alive, God's alive, and he's roaring like a lion in the heart of every living believer. That's how you communicate God's word. So we've had a great team around us, and I think every great man or every man that have done anything, whether it's their wife or whether it's a team of guys around them, like we've always had, that helps iron sharpening iron. There's three or four guys that always travel with us that that have come, will come up to and say, hey, that situation was good or not, and that's how you succeed. Is if you up here by yourself and untouchable, you're gonna fall. Unfortunately, we've seen it before, but we've had a good group of guys. I think that's the secret. If you can just bring hope to people, and I think our culture and our world it's in a dark place and in dark times. So when you have the light, it shines brighter. When you go to a dark place. Amen.
I believe that church in Hungary is the real answer, and that people meet God through people. And I'm believing that the church will be built strong in this nation.